Szeptember 1-től a szakképzést érintő jogszabályok módosultak. Erről fórumot tartottak a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és a Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében. Az eseményen részt vett Mátyus Mihály főosztályvezető helyettes, a Kulturális és Innovációs Minisztériumból, aki a változásokról tartott előadást. A törvények hatályba léptek, mint a jogszabályok, ugye azt tudjuk, hogy a szakképzésbe hála is mindösszesen 2 jogszabályt kell nézni, a szakképzési törvényt és annak a végrehajtási rendeletét, ennek a kormányrendeletét. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megjegyezte, a szakképzésben szükségessé vált a változás. Arra gondolok, hogy olyan tanulókat képeztek végül pályakezdőként, akikre nem volt felvevő kereslet a piacon. Tehát az a legfontosabb, hogy ebből a szempontból itt fordítva kell gondolkodni. A munkaerőpiac igényeit kell meghallgatni, hogy ki az, akit tudnának foglalkoztatni. És ha olyan embereket képeznek, akit a munkaerőpiac felvesz, akkor sikeres a szakképzés. A módosítás elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt. Ez értelemszerűen érinti a szakképzési centrumot, pontosabban nem is igazán a centrumot, hanem a centrum részeként működő szakképző intézményeinket, és ugyanúgy érinti a duális partnereinket is, hiszen a változások minden résztvevőre kihatnak valamilyen formában. Van olyan része értelemszerűen, ami inkább az iskolákra vetül sokkal jobban, és van olyan része, ami közösen is megjelenik. Így most a képzési programjainkat újra át kell tekintsük. A jogszabályi változások javarészt egyszerűsítették az elszámolás során figyelembe veendő szempontokat, ezáltal könnyebbé vált a számítás menete, mind a szabadságok, mind pedig a bérek tekintetében.